A rossz idő miatt a főtér helyett a művészetek házában tartották meg a hagyományos gödöllői gyermeknapot. A Török Ignác gimnáziumban megrendezett sportágpróbán inkább csak a vizes sportokat kedvelők vettek részt, de a művészetek házában bábszínházzal és a helyi sport és művészeti csoportok bemutatójával találkozhattak az érdeklődők, ahol az egyik legnépszerűbb műsorszám a pattogatott kukoricák tánca volt. Aki nem fért be a színházterembe, az kivetítőn figyelhette a produkciókat a kirakodóvásár forgatagában. A kisebbek a városi könyvtár jóvoltából nyomdázhattak, a nagyobbak pedig megismerkedhettek a legújabb autókkal. Este az Alma együttes koncertjére várnak mindenkit a szervezők.